Hazánkban a családok ezrei költöznek olyan lakásokba, amit így módon építenek. Lakótelep építési és társadalmi kísérletek a 60-as, 70-es években. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Lettner Tudásközpontban. A bemutató a házgyári építkezés kezdeteit és következményeit dolgozza fel. A 60-as évek legégetőbb építészeti kérdése Budapesten a lakásinség volt, amelyre a korabeli építészek és várostervezők Budafokon egy átfogó építészeti és életmód kísérletben keresték a választ. Ez volt a tömeges lakásépítési hullám kiinduló pontja. A kutatás és a kiállítás magját a budafoki kísérleti lakótelep adta, aminek a feldolgozását egyrészt az indokolta, hogy a gyűjteményünkben megtalálható a lakótelepnek a teljes dokumentációja és kapcsolódó iratok, fotóanyagok és a filmarchívumunkban is gazdag anyag található erről a lakótelepről. A budafoki kísérleti lakótelep az ízig-vérig egy kísérlet volt. Egyrészt építészeti, technológiai, másrészt pedig egy társadalmi kísérlet is. Az építési kísérlet főleg azt jelentette, hogy új technológiákat próbáltak ki, ami nagyon nagy hatással volt a későbbi budapesti lakótelepi építkezésekre, ugyanis itt alkalmazták először a nagyblokkos paneles technológiát, ami utána uralta a későbbi évtizedek építkezéseit például, illetve voltak olyan motívumai a lakótelepnek, például épült bölcsöde és óvoda a lakótelepen, ami ma már természetesnek tűnik, de akkor ez szintén újszerű volt, illetve öregek házát építettek, magas házakat, egy üzemeltetett elképzelés szerint működtek a lakások. Jelenleg évi 12 ezer, a negyedik öt éves tervben 150 ezer lakás készül a házgyárakban. A lakótelep felépülésére a házgyárak adtak meg annak idején különböző számokat, hogy egy nap 50 lakást tudnak legyártani, és az 50 lakást pedig utána be is tudják szerelni, ugyanis ezek szerelt épületek, mint tudjuk a házgyári technológia során. A csúszózsarús technológia során is egész gyors lakásszámot tudtak előállítani. Tudni kell, hogy ennek a gyorsasága és az olcsósága volt a legfontosabb, ugyanis legtöbbször nem az építészek, hanem a kivitelező vállalatok diktálták a tempót, illetve a különböző fentről jövő utasítások, és nem az építészeti szempont valósult meg. Kiterjesztettük a kutatásnak a körét a kelenföldi és az újpalotai lakótelepekre is, hiszen ezek a lakótelepek a nagy tömeges lakásépítésnek különböző mérföldköit jelentették Budapesten. A kelenföldi például az első nagy házgyári lakótelep volt, nagyon nagy lakásszámmal, az újpalotai lakótelep pedig az volt az elképzelés, hogy egy olyan várost terveznek, egy önálló városrészt, ami egy városiasabb város. És itt is egy idő után az olcsóság szempontjai, illetve a tömegesség, a nagyfokú gyártásnak a szempontjai nagyon előtérbe kerültek. A budafoki kísérleti lakótelepről tudtunk el, hogy ez a Kádár-rendszer utolsó társadalmi kísérlete, ami azt jelenti, hogy itt teljesen fel akarták bontani azt a klasszikus polgári családmodellt, ami létezett azelőtt vagy azután is, majd mint látjuk. És itt az üzemeltetett lakásban mindenféle funkciót kiszerveztek, a gyerekneveléstől a főzésen át a takarításig, és a lakásban igazából csak pihenni, illetve aludni jártak haza a lakói. A többi, a pihenés szórakozásnak is inkább a nagy része az a közösségi, a klubterekben, illetve az óvodák bölcsödében történt például a gyerekek számára. Ennek a szociális hátterét már akkoriban szociológusok kezdték vizsgálni, különböző felméréseket, illetve interjúkat készítettek a lakókkal. Ezekből hallhatunk, vagyis olvashatunk részleteket. A kiállítók papírdobozokból felépített panelmakett ablakaira az egykori lakók élményeit jegyezték fel, és a kiállítótérben egy panellakás szobáját is berendezték. Budafokon még a háztípusok is meghatározták azt, hogy hol milyen új beköltözők és lakók tulajdonosok voltak. Például volt egy magas ház,
amiben sok kis garzonlakás volt, és itt ezeket általában rászorulók kapták meg. Viszont volt egy része a lakótelepnek, ami egy- és kétszintes sorházakból épült fel, kis kertekkel, nagyobb lakásalaprajzokkal, ezeket általában elvtársak kapták meg. A többi lakótelepnél nagyon vegyes volt a beköltözőknek a háttere, de nagyon sokan Budapestről kis szobakonyhákból költöztek, illetve sokan mások pedig vidékről, akár komfort nélküli tanyákról. A látványos kiállítás szeptemberig tekinthető meg a Lettner Ödön Tudásközpontban.